Három év után újra az élvonalban kezdi meg szereplését a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. A változásokról Szász Gáspár Barnabás technikai igazgató számolt be híradónknak. A Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata rendkívül jó szezon teljesített a másodosztályú bajnokságban. Georgia Triff vezetőedző játékosai több mint 20 győzelemmel és egy vereséggel nyerték meg az alapszakaszt. A júniusi hazai rendezésű döntőtornán pedig 3 győzelemmel kiharcolta a feljutást az élvonalba, megelőzve a bukaresti Laguna, a bukaresti Stenca és a nagyszebeni Cseszeu csapatát. Szász Gáspár Barnabás technikai igazgató híradónknak elmondta, a csapatban történt némi változás, például néhány hónapos szerződése lejárta után távozott az amerikai Ross Miller, mivel sérülése miatti lábadozását követően újra pályára lép Bölöni Tamás. Továbbra is nagyon bazizózunk a vásárhelyi játékosokra, meg lesz a kontinuitás, úgy a szakmai stábbal, meg a játékosokkal, de konstinensen kell legyünk, hogy ez ebben a mély vízben, a Nemzeti Ligában nagyon nehéz lesz. Van egy pár lyuk, amit be kell tömjünk, itten a támogatóink segítségével lesznek erősítések 2-3 pozícióra, tehát ezen dolgozunk, most van egy periódus, ahol ezen kell dolgozunk, és nagyon remélem, hogy az augusztusi felkészítőt egy ütőképes csapattal fogjuk kezdeni. Hozzátette, elsődleges céljuk a bennmaradás, valamint az, hogy a csapatból kihozzák a legtöbbet. A szakmai stábot továbbra is Georgia Triff vezetőedző, Vlad Porrá másodedző és Christian Graur erőnléti edző alkotja. A román nemzeti liga szeptember végén kezdődő új idényét az eddigiektől eltérő rendszerben szervezik meg. 18 csapat szerepel a mezőnyben, amelyeket az amerikai profi kosárlabda bajnokságban ismert konferenciákra osztanak szét. Egyelőre nem tudni, melyik 9 együttest felsorakoztató konferencia csoportba sorolják be a Marosvásárhelyi csapatot, mivel a szövetség később készíti el a beosztást.